Rendkívül ülést tartott ma a Beregszászi Városi Testület. Elsősorban az interneten közzétett egyik képviselőtársunk fotója kapcsán felröppent hír miatt. Magyarázatot szerettünk volna a képviselőtársunktól, Antyipa Vitáliktól kapni arra vonatkozóan, hogy a magyarországi rendőrség, a police.hu miért keresi őt a körözöttek listáján Anti Viktor név alatt. Szerettük volna, hogyha a képviselő megfelelő választ ad erre, hisz ez nem csak a képviselőre van negatív hatással, hanem az egész képviselőtestületet is negatív fényben tüntetheti fel, hisz az egész sajtó, illetve a magyarországi sajtó azzal volt tele, hogy Beregszászban egy ilyen képviselő van. Úgy gondoljuk, hogy az ügynek a tisztánlátása érdekében feltétlenül kellene, hogy a képviselőtársunk valamilyen papír alapú bizonyítékot nyújtson be arra vonatkozólag, hogy ez a hír, ahogy ő is állítja, nem igaz, tehát hogy ez csak egy kamu információ. A képviselőtársunktól sajnálatos módon megfelelő választ nem kaptunk a kérdésünkre, viszont ígéretet tett arra, hogy a jövőben, amennyiben a végére jár ennek az ügynek, ő majd tisztázni fogja a tanács előtt önmagát. Ezt várjuk nagy szeretettel, szeretnénk, hogyha tisztába raknánk ezeket a dolgokat. Antyipov képviselőtársunk ellen Ukrajnában is számos eljárás van folyamatban, és ezzel kapcsolatban tájékoztatta a képviselőtestületet Selamon Irina képviselőtársunk, hisz ő maga is beadvánnyal élt a rendőrségre, illetve a hivatalos szervekhez, ahol magyarázatot kért, hogy hogy állnak ezek az ügyek. Korábban a rendőrség tájékoztatása alapján arról hallottunk, hogy 2017 vagy azt megelőzően itt Beregszász városában játékgépeket, illetve játékautomatákat, egyéb ilyen hazárdjátékokat üzemeltetett ez a képviselőtársunk, Antyipov képviselőtársunk, és ebben vártuk volna a rendőrségnek a szakvéleményét, illetve a tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy hogy áll az ügy, lezárták-e, illetve milyen eredményre jutott a nyomozás. Selamon képviselőasszony beadta ezt a kérvényét, azonban nem kapott kielégítő választ az illetékesektől, ezért ma a testület is megerősítette abban, hogy ismételten az illetékesekhez fordulunk, és az illetékesektől tájékoztatást várunk arra vonatkozóan, hogy hogy áll Antyipov képviselőnek a lezáratlan mindenféle ügyei, hogyan állnak ezek az ügyek. A másik kérdés az ugyanennek a képviselőtársunknak, aki korábban a Poroshenko-féle blokknak volt a frakcióvezetője, már a frakciójuk már képviselői csoportra zsugorodott, hisz egy képviselőtársuk kilépett a nevezett frakcióból, és már a nevüket is megváltoztatták Beregszász fejlődéséért nevű képviselői kis csoportra, és ennek a képviselőcsoportnak a vezetője Antyipov Viktor, aki ebben az évben elkészített egy bizalmatlan indítványt a polgármesterrel szemben. A képviselő a saját indítványában, illetve ebben a határozati javaslatban azt rótta fel a polgármesternek, hogy alkotmányos jogokat sértett. Ezt a határozatot tettük ma napirendre, és a képviselőtestület nem támogatta, tehát a polgármesternek bizalmat szavaztak, és a bizalmatlansági indítvány viszont nem került elfogadásra. Titkos szavazás volt az ügyben, és bízunk benne, hogy a polgármesterünket ezáltal is meg tudtuk erősíteni. Ő maga azzal indokolta, hogy ezt a beadványát már korábban benyújtotta a testülethez, és nehezményezte azt, hogy ez nem került korábban napirendre. Ma viszont ő maga is megszavazta, hogy napirendi pontként szerepeljen, azonban sajnálatos módon már a szavazása nem maradt itt, hanem itt elhagyta a tanácstermet, illetve erre buzdította az egyik képviselőtársát is, úgyhogy mindketten távoztak a teremből, a harmadik képviselőjük pedig el sem jött az ülésre.